a 2024. évi ökumenikus imahét tematikáját és Isten tiszteleti rendjét az afrikai Burkina Fasói ökumenikus munkacsoport készítette el. A programadó téma: Szeresd az Urat, a te Istenedet és fele barátodat, mint magadat. A közösségek az irgalmas szamaritánus történetét járják körbe, melyről Szappanos Lajos lelkipásztor számolt be bővebben. A történet az arról szól, hogy van egy ember, aki vérbe fagyva fekszik az úton, és arra megy a pap, és arra megy a lévita, és nem segít rajta. És arra megy egy idegen, aki oda megy, első segélyben részesíti, beviszi a fogadóba ellátják, még pénzt is hagyott másnapra, hogy a költségeit fedezze, és úgy megy tovább. Egy idegen, aki oda megy, és attól függetlenül segít, hogy nem tudja, hogy kin kell segítenie. És a mai világunkban is erre van szükségünk, hogy mi tudunk-e ilyenek lenni, tudunk-e irgalmas szamaritánusok lenni. Úgy gondolom, hogy a mai világban nem a világot megváltó pártprogramokra van szükségünk, hanem embereknek kell lennünk, hogy tudjunk odafordulni, tudjunk kezet nyújtani, tudjunk segíteni tisztességgel, tiszta szívvel, tudjunk cselekedni, és akarjuk a jót cselekedni. Ezt várja tőlünk az Úr. Teljesen megtelt az imaháza hívekkel az első találkozás alkalmával, ahol Stefán Zoltán református lelkész osztotta meg gondolatait a hívekkel. Én úgy próbálom megfogalmazni, hogy azt a szeretetet, amit megélünk az Isten felé keresztény emberekként, azt minél hatékonyabban éljük meg a mindennapokban az embertársaink felé. Krisztus tőlünk keresztény emberektől azt várja, hogy mindenképp észrevegyük a nyomorúságban élőt, a magányost, az egyedülállót, a beteget, gyászolót, és ezeket az embereket fel tudjuk karolni, és azokkal a képességekkel, amiket Istentől kaptunk, tudjunk nekik segíteni. Az imahét programsorozat e hét szombaton szintén a baptistáknál ér véget. Adásunkkal egy időben az újvárosi katolikus plébánián imádkoztak közösen. Az alkalmakat teljes egészében rögzítjük, és minden nap híradónkat követően vetítjük le.